Sziasztok! Ebben a videóban az edzésről lesz szó. Egy otthon végezhető, eszközök nélküli saját tesszúlyos gyakorlatkör fogok nektek bemutatni. Az lesz a koncepció, hogy csinálunk egy dinamikus gyakorlatot, majd egyből egy statikus gyakorlatot, utána pihenő, egy felsőtest és egy alsótest gyakorlat fogja váltogatni egymást az edzés során, a végén pedig egy kis kóriuszomzat. Bemutatom a gyakorlatokat, Alá magyarázok majd, alá a kommentárt. Ti pedig, hogyha megismertétek a helyes kivitelezést, a gyakorlatokat, illetve az edzés menetét, utána bátran megcsinálhatjátok otthon egy időzítőt bekapcsolva, vagy az órát figyelme. Na, kezdjük is el. Először is nézzük meg azt, hogy hogyan fog felépülni maga az edzés. Három különböző szintű edzéstervet készítettem. Van egy kezdő, egy haladó és egy brutál terv. Mindenki választa majd ki, hogy melyikkel kezdene, ismerve a fitségi szintjét. Öt különböző blokkra osztottam az edzést. Az első két blokkban felsőtest, alsótest gyakorlatok váltják majd egymást szuperszedben. A harmadik blokk az csak karizomerősítő gyakorlatokat tartalmaz, a negyedik blokk csak lábizom gyakorlatokat tartalmaz, illetve az ötödik és egyben utolsó blokk pedig kórizomzat-hasizomzat erősítés lesz. Mindegyik edzéstervben ugyanazok a gyakorlatok találhatóak meg, egyedül az ötödik blokk bővül mindig egy újabb, nehezebb gyakorlattal. A gyakorlatvégzések ideje, illetve a pihenők időtartama fogja meghatározni azt, hogy milyen nehézségi szintű maga a terv, amit végzünk. A kezdőedzéstervben még... A blokkokon belül is vannak pihenők, majd a haladóban ezek már elmaradnak, és a brutál edzéstervben pedig még a két blokk közötti pihenőidő is csekély, de nem feltétlenül kell tartani magunkat ezekhez a számokhoz. Nyugodtan szabjuk személyre az edzéstervet, hogyha kell, akkor valamiből vegyünk el, hogyha pedig könnyű, akkor pedig nyugodtan növeljük meg a munkavégzéseknek az időtartamát, akár akkor is hogyha a brutál edzést tervről van szó. Tisztában vagyok azzal, hogy egyesek számára ez a koncepció most igen idegen és elég vad elképzelés, a felsőtest alsótest gyakorlatok variálása és nem ismétlés számra edzeni, hanem időtartamra, de figyú, higgyétek el, hogy meg lesz ennek az előnye, ugyanis most nem arra kell figyelnetek, hogy megcsináljátok azt a tíz előírt ismétlést, ami benne van az edzésterben, hanem tudtok koncentrálni a gyakorlat végzésre, oda tudtok figyelni az adott izomra, amit meg akarnátok edzeni, nem kell azzal foglalkozni, hogy háttérbe fejben számoltok. Itt nem lehet azzal csalni, hogy minél gyorsabban megcsinálom az ismétléseket, mert a 40 másodperc akkor is 40 másodperc, hogyha csak pumpálsz, vagy akkor is 40 másodperc, hogyha szépen kontrolláltan végzed el a negatív szakaszt, megtartod az alsó és felső holdponton is az ismétlést egy pillanatra, illetve az ismétlések pozitív, excentrikus szakaszát lehet robbanékonyan végezni. A felsőtest-alsótest test gyakorlatok váltakozása pedig segítség lesz abban, hogy jobban átmozgassuk az egész testünket, kicsit fokozzuk a keringést kardiovaszkulárisan, jobban megmozgassuk magunkat, ami most jól fog jönni. Ugye kardiózni sem lehet most felülni a bicajra, az ellipsis trénerre felállni, vagy a futópadra. Ilyen szempontból is egy előny, illetve arról sem érdemes megfeledkezni, hogyha a lábizmok dolgoznak, ugye a felsőtest izmai közben pihennek, ezáltal a következő blogban nagyobb erőkifejtése lesznek képesek. Próbálok abban is támpontokat nyújtani, hogy hogyan érdemes a gyakorlatokat elvégezni, Elmondom, hogy én hogyan csinálnám. Nyilván olyan szintű korrekciót nem tudok javasolni nektek, mint ahogy azt az edzéseimen tudom csinálni, mikor személyesen találkozok valakivel. De legalább lesz egy elképzelésetek arról, hogy hogyan is néz neki egy gyakorlat, és mire kellene figyelni. Az első blokkban az elsődleges izomcsoportok, amik dolgozni fognak, a mellizmok, illetve a combizom. Kezdünk először egy fekvőtámaszsal. Hogyha valakinek nem megy a teljes fekvőtámasz, akkor bátran lehet csinálni térdelőtámaszban is. Azt tartsuk észben, hogy a fekvőtámasz az nem Mellizomizolációs gyakorlat, a teljes testnek dolgoznia kell, feszüljenek meg a lábizmaink is, billentsük hátra a medencét, feszes farizmokkal, feszes hasizommal végezzük a gyakorlatot. A felső holdponton teljesen toljuk el magunkat a talajtól, a lapockák távolodjanak el amennyire csak tudnak. Az alsó holdponton pedig teljesen zárjuk a lapockákat. Oda-lent arra kell figyelni, hogy a készfejek a melkas vonalában legyenek, ne pedig a vál vonalában, és arra is ügyeljünk, hogy a könyökök ne kifelé mutassanak, hanem a felkarunk nagyjából egy 45-60 fokos szöget zárjon be a törzsünkkel, kontrolláljuk a tempót is, lefelé lassabban menjünk olyannyira, hogyha leér a csípő, has, melkas, talán még az orrunk is a talajra, akkor ne verjük be hanem csak finoman érintsük meg a talajt, ne engedjük el a terhelést, tartsuk a mellizmokon, koncentráljunk oda, maga a nyomás pedig az történhet robbanékonyan. Ha letelt a gyakorlat végzésének ideje, akkor gyorsan felpattanunk, keresünk egy falat, és elkezdjük tolni teljes erőnkből, amennyire csak tudjuk, belefeszülünk, vállak, könyökök, csuklók legyenek egy vonalba, fejtsünk ki akkor erőt, amekkorát csak tudunk. Ez is egy olyan toló, nyomú gyakorlat, mint az imént a fekvőtámasz volt, hasonló izmok fognak dolgozni ennél a gyakorlatnál is. Nagyon jól be tud kapcsolódni a gyakorlat végzésbe az előső fűrészizom is, ahogyan a fekvőtámasznál is, abban az esetben, hogyha a gyakorlat holdpontján teljesen eltoljuk magunkat a talajtól ebben a blogban a következő alsó test gyakorlat a guggolás lesz. Figyelünk rá, hogy a csípőszélesnél kicsit nagyobb terpezben álljunk meg, picit kifelé mutatnak a lábfejek, miközben megyünk lefelé, toljuk egy picit hátrafelé a csípőt, és a térdek is azonos irányba mutatnak a lábfejekkel, semmi esetre se közeledjenek egymás felé, miközben megyünk lefelé, alsó holdponton lemegyünk, ameddig lent tudjuk tartani a sarkunkat a talajon, az alsó holdponton megállítjuk egy picit a lendületet, majd utána egy robbanékony, Mozdulattal felállunk, megfeszítjük a farizmokat, billentjük a medencét hátrafelé. Kezeinket tarthatjuk magunk előtt összekulcsolva, itt figyeljünk rá, hogy a könyökök nagyjából válszéles távolságban legyenek egymástól. Ebben az esetben menjünk olyan mélyre, hogy megérintsük a zombizmunkat a könyökökkel illetve lehet tarkóra kézzel végezni a gyakorlatot, ebben az esetben zárjuk össze a lapockákat, mutassanak kifelé a könyökök, ez egy nehezebb kivitelezés, de egy komplexebb, jobb bizomérzetet ad az egész testre nézve, nem csak a lábizmokra, próbáljátok ki, amelyeket szabályosan tudjátok végezni, az lesz most a nyerő. A statikus comb gyakorlat gyanánt egy falnál ülés következik, tanítványaim kedvence, hát nem véletlenül utálja ezt mindenki, Azért utálják ezt általában az emberek, mert olyan hatásos. Figyeljünk rá, hogy egyenes törzsel döljünk neki a falnak, illetve a térdünk 90 fokba legyen hajlítva, és jó szórakozást hozzá, amíg az idő le nem telik. Egy kicsit haladó változat pedig, amikor lemegyünk egy mély guggolásba, megemeljük a sarkunkat, ilyenkor a vádlízomzata teljesen összefeszül, bekapcsolnak az alsó lábszár izmai, érezhető lesz a különbség a kettő között, próbáljátok ki ezt is. Ha meg tudjuk csinálni, akkor én inkább ezt ajánlanám, nyugodtan kapaszkodhatunk valamibe, hogy ne dőljünk el. A második blogban hátizomzat erősítő gyakorlatok lesznek, illetve megcélozzuk a fenék izmait és a combhajlító izmokat egyaránt. Amikor azt mondtam, hogy eszközre nem lesz szükség, akkor azt kiegészíteném azzal, hogy olyan eszközre nem lesz szükség, ami otthon nem található meg. A most látható gyakorlat az egyik legveszélyesebb kivitelezés szempontjából, nagyon oda kell figyelnünk, viszont az egyik leghatásosabb is, úgyhogy mindenféleképpen próbáljátok ki, kettő darab szék szükséges hozzá, illetve egy seprűnyél, vagy hogyha az nincsen, akkor a porszívónak a nyele, vagy én nekem itt, hogyha szétszedném a ruhaállványt, akkor annak az egyik elemével is meg tudnám csinálni ezt a gyakorlatot, az elég masszív, egy fém, ez csak egy farúd, kicsit látható, hogy a gyakorlat végzés során meghajlik, Ügyeljünk rá, hogy olyan eszközt használjunk -e ez a gyakorlathoz, ami biztonságos kivitelezést tesz lehetővé. Az éppen látható saját tessúlyos, evező gyakorlat, Ausztrál húzózkodás néven is, is mert így szerepel az edzés tervben is, lehetne ezt a gyakorlatot nyújtott lábbal is végezni, de egy kicsivel nehezebbé tehető, úgy, hogyha egy negatívabb szögből húzzuk fel magunkat, abban az esetben, hogyha a térdek 90 fokban vannak behajlítva, edzésről edzésre, vagy körről körre váltogassuk a fogást, kezdésnek végezzük a gyakorlatot egy széles felső madárfogással, majd legközelebb pedig egy szűkebb, vászéles alsó madárfogással ügyeljünk rá, hogy feszítsük meg a farizmokat, kicsit legyen homorítva a hátunk, és a gyakorlat végzésekor ne arra koncentráljunk, hogy húzzuk magunkat, hanem úgy képzeljük el, mintha ráakaszkodnánk a kezünkkel, mint egy kampóként magára a rúdra, vagy jelen esetben seprűnyére, mindegy. És a könyökünket próbáljuk behúzni a hátunk mögé, amennyire csak tudjuk, és ügyelve arra is, hogy a vállunkat is húzzuk, hátrafelé zárjuk a lapockákat, amennyire csak lehetséges. Amennyiben ez a kivitelezés nehéz lenne nekünk, úgy van ennek egy egyszerű fokozata is, a különbség annyi lesz, hogy ebben az esetben a lábunk nyújtva van, egyéb iránt pedig ugyanúgy kell végezni a gyakorlatot, mint ahogy azt az előbb már elmondtam csak itt pedig arra figyeljünk, hogy a seprűnyél, vagy porszívócsű, bármi, amivel végezzük a gyakorlatot, az ne csúszkáljon el, szépen kontrolláltan végezzük a gyakorlatot, és akkor láthatjátok, mint nálam is, hogy stabil marad az eszköz az ajtófélfához szorítva, és végezhetjük a gyakorlatot hatékonyan. A fogással kapcsolatban annyi megjegyzést tennék hozzá, hogyha nagyon bedurran az alkarunk, akkor nyugodtan tegyük át a hüvelykújunkat a rúdon, mert akkor kikapcsoljuk valamennyire az alkarizmok aktivációját, és jobban tudunk a hátizmainkra koncentrálni, de nem feltétlenül szükséges annyira kímélni az alkarizmait, nem baj, hogyha azok is dolgoznak, csak abban az esetben, hogyha ez hátráltatna minket a gyakorlat kivitelezésében, illetve abban, hogy a fókuszt a hátizmokra helyezzük. A statikus részhez pedig egy igazán érdekes gyakorlatot választottam, nem is nagyon tudom, hogy ennek van-e magyar megfelelője, angolul back video. Hanyatfekvésben húzzuk fel a lábunkat, hajlítsuk a térdünket, nagyjából egy 60-70 fokos szöget zárjon be a felkarunk, a törzsünkkel, a könyököket támasszuk meg stabilan, homorítsuk a hátunkat, domborítsuk ki a melkasunkat, és amennyire tudjuk, próbáljuk eltolni a talajt. Magunktól, tehát ne arra figyeljünk, hogy mi emelkedjünk fel, hanem arra figyeljük, hogy ezt a pozitúrát tartva toljuk lefele a talajt, amennyire tudjuk, zárjuk össze, préseljük össze a lapockákat, és érezni fogjuk, hogy ez egy igazán kemény és hatásos hátizomgyakorlat, amit otthon eszközök nélkül végezhetünk. Na most tartunk nagyjából a videó felénél, és hogyha tetszettek az eddigi gyakorlatok, illetve kíváncsi vagy a továbbiakra, akkor kérlek fontold meg, hogy lájkolod a videót, ugyanis ezzel sokat segítenél nekem, illetve így tudnád megköszönni a munkámat. Na meg szeretnék nektek valami igazán király dolgot mutatni, mégpedig ezt a ruhakollekciót, amit én terveztem, és ezzel megvalósítottam egy régi nagy álmomat. Amire igazán büszke vagyok a márkát illetően, és kiemelném, hogy etikus, környezetbarát körülmények között készülnek a ruhák, a legszakavatottabb, legügyesebb kezek varták ezeket a cuccokat prémium európai anyagokból, minimál design, nincsen zavaró címke, testhez viselet, rugalmas pamutanyag. Az elsődleges szempont az volt, hogy baromi kényelmes legyen, és utcai viseletnek is megfeleljen, viszont a nedvességet is nagyon jól szívja, nekem nagyon bejön, sikerült valami olyat csinálnom, amit nem találtam meg a boltokban, Csekkoljátok le az első kollekciót a www.alfaz.hu oldalon, a linket megtaláljátok majd a leírásban, miután végigvettük a gyakorlatokat, úgyhogy folytassuk is tovább. A farizmokat és combhajlítóizmokat egy csípő emeléssel fogjuk megdolgoztatni, ehhez segítségül hívunk egy széket, megtámasztjuk magunkat a lapockáknál a széken, kiinduló pozíciót úgy érdemes felvenni, hogy teljesen megfeszítjük a farizmokat, comb és a törzs egyenes, ebben az esetben a boka és a térd legyen nagyjából egy vonalban, és csípőszéles legyen a terpeszünk, ezek lesznek a stabil pontok, és próbáljuk innen minél közelebb engedni a fenekünket a talajhoz, hogy a farizmok teljesen megnyúljanak, majd innen pedig feltolni, megemelni a csípőnket, és összefeszíteni, rákoncentrálni a farizmokra statikus gyakorlatként pedig ugyanezek az izmok fognak dolgozni, hasonló gyakorlatot fogunk végezni, csak éppen a talajon egy hídtartást, egy hídállást. Itt jóval szélesebb terpeszt vegyünk fel, hogy egy kicsit változatosabb legyen, más szögből kapjanak az izmok terhelést, olyan pozíciót próbáljunk felvenni, hogy a farizmokat, illetve a combhajlító izmokat érezzük dolgozni, és ne a combizmunk vagy a derekunk feszüljön elsősorban. És már itt is vagyunk a harmadik blokknál, ahol a karizmait fogjuk megdolgoztatni, tricepset, első elsősorban, kezdve a bicepszel, itt csak egy ajtóférfát kell találnunk. Jó, hogyha egy olyan falnál történik ez, ahol a lábunk közé tudjuk venni a falat, ezzel tudjuk szabályozni azt, hogy minél nagyobb dőrészöggel, minél nehezebben végezhessük a gyakorlatot figyelni kell arra, hogy ez nem egy evező gyakorlat lesz, a biceps dolgozon elsősorban, mint látjátok, teljesen máshogy csinálom, mint hogyha egy evező gyakorlat lenne, nem domborítom bele a mákos, nem zárom a lapockákat, a vállakat is hagyom egy kicsit előre gördülni, ezzel lehet egy kicsit izoláltabbá tenni a gyakorlatot. A statikus biceps tartás Kicsit furcsa lesz, de higgyétek el, nagyon hatásos, kétféleképpen végezhetjük, vagy üljünk le egy székre, stabilan fogjuk meg alul a combunkat, nagyjából félig van behajlítva a karunk, és próbáljunk minél nagyobb erőt kifejteni, magunk felé húzni a combunkat, persze azzal pedig tartsunk ellen, hogy a kar hajlítása nélkül egy statikus feszítésbe tartsuk a bicepsünket. És ugyanezt lehet egy lebegő ülésben is végezni, ez egy kicsivel összetettebb gyakorlat, itt már a kórizomzat is bekapcsol, próbáljátok ki ezt is bátran. A triceps edzéséhez segítségül fogunk hívni egy falat, nagyjából hasonló pozitúrát vegyünk fel, mint azt már a faltolásnál is láttuk. Itt egy kicsivel érdemesebb a vál alá helyezni a csuklót, egy pár centivel tenyerek szélességben a falon, és arra koncentrálunk, hogy a könyökünket behajlítva az alkarunkat teljesen felfektessük a falra, a könyökünk is hozzáér a falhoz, ezt szépen lassan csináljuk, és ügyelünk arra, hogy közben pedig egy tolást végzünk, tehát próbáljuk közben tolni el a falat, illetve amikor utána újra kinyújtjuk a könyökünket, amikor az ismétlés pozitív, excentrikus szakaszába érünk, akkor is próbáljunk kifejteni egy ellenállást és közben tolni a falat, főleg akkor, mikor már teljesen elvégeztük az ismétlést és kinyújtottuk a könyökünket, hogy akkor is legyen teljes megfeszülésben a triceps és ne pihenjen a statikus tartás pedig ugyanaz a gyakorlat, csak megtartjuk abban a pozícióban, amikor a könyökünk egy 5-10 cm van a faltól. Itt már lehet, hogy nem lesz erőnk arra, hogy egy plusz erőt fejtsünk ki és toljuk el a falat. Az sem baj, ha itt már csak simán a testünk súlyát tartjuk. Ez a gyakorlat egyébként végezhető akár fekvőtámasz pozícióban is a talajon, az már egy kicsivel haladóbb, nehezebb. A negyedik blokkhoz érkezve egyetlen összetett gyakorlattal fogjuk megdolgoztatni a combizmot, a fenékizmait, illetve a combhajlítóizmokat, ez pedig a kitörés lesz. Nem fogjuk váltogatni az oldalakat, először lenyomjuk az egyik oldalra, majd lenyomjuk utána a másik oldalra is a gyakorlatkört. Fontos arra ügyelni, hogy az alsó pozícióban, az előlévő lábon a boka és a tér nagyjából egy vonalban legyen. Menjünk olyan mélységbe, hogy elég közel kerüljön a térdünk a talajhoz, akár meg is érinthetjük vele, ügyeljünk arra, hogy a hátul lévő lábunk kapja nagyobb terhelést, nagyon finom lesz a statikus tartás, ugyanennél a gyakorlatnál maradunk, mindössze annyit kell tennünk, hogy az alsó holdpont előtt még megállítjuk magunkat, a térdünk egy 5-10 centivel lesz a talaj felett, és tartjuk ezt a pozíciót a megadott ideig, majd utána csere ugyanez a másik oldalal is. És végül elérkeztünk az ötödik utolsó blokkhoz, amikor a kórizmok lesznek fókuszban. Itt most bemutatom az összes edzésterven található gyakorlatot, és mindenki majd azt végezze el, ami az adott fitségi szintjéhez tartozik, illetve az edzéstervek szintjéhez tartozik. Kivitelezés szempontjából talán a legnehezebb ez a forgós plank, aminél nagyon fontos, hogy szépen, kontrolláltan lassan végezzük a gyakorlatot, és itt egy olyan előnyt ki tudunk használni, hogy itt a válizmok is dolgozni fognak, főleg az oldalsó része, a válizomnak a középső feje, amit elég nehéz saját tesúlyal megedzeni, de ez pont egy olyan gyakorlat, ahol ez kivitelezhető, úgyhogy mindenféleképpen iktassuk be, hogyha meg tudjuk csinálni szépen szabályosan. A Simo plank tartásnál ügyeljünk arra, hogy a könyökök nagyjából válszélességben legyenek, könnyék és vál legyen egy vonalba, alkarok pedig párhuzamosak egymással, amennyire tudjuk, toljuk el magunkat a talajtól, feszítsük meg a farizmokat, tehát hátra billent a medence, és hogyha egy kicsit púpos a hát, az azért jó, mert akkor teljesen össze tudjuk feszíteni a hasizmokat, és ebben a teljesen összefeszített állapotban feszülnek meg statikusan, ami sokkal keményebb lesz, mint hogyha egyenes háttal végeznénk a gyakorlatot, és nem lennének teljesen összefeszülve. Az oldalsó plank gyakorlatnál olyan szög egyenes legyen a testünk, mint csak a falat támasztanánk, a vál és a könnyék itt is legyen egy vonalban, és ügyeljünk rá, hogy a testünk síkja az merőleges legyen a talajra. Végül pedig a brutál edzésterv végzői próbálják ki az egyik kedvenc gyakorlatomat, a bölcsőtartást, ahol arra kell figyelni, hogy egy hasprésbe belemegyünk, ügyelünk arra, hogy le van szorítva a derék a talajra, elemeljük a lábokat megfeszítve a talajtól, lábfej is lefeszítve, és tartsuk ezt a pozíciót, ameddig bírjuk, ne adjuk fel mielőtt még leketyeg az óra, hogyha nem tudjuk tovább tartani a teljes pozitúrát, akkor hajlítsuk be a térdünket, húzzuk magunkhoz közelebb a lábunkat, Hogyha pedig túl könnyű lenne a gyakorlat, amit kétlek az előzmények után, de hogyha mégis az lenne, akkor emeljük fel a karunkat teljesen nyújtva a fejünk fölé, és ez lenne egy teljes kör az öt blokknak ismeretében. Hogyha ezt lenyomtuk, és úgy érezzük, hogy van még bennünk szusz, akkor pihenjünk egy-két-három percet, és nekifuthatunk egy újabb körnek. Írjátok meg nekem, hogy milyen volt az edzés, mi a véleményetek, illetve csapjatok rá a like gombra, mert az nekem nagyon sokat segítene. Osszátok meg barátaitokkal, ismerőseitekkel, és hogyha egy kicsit személyre szabottabb segítségre vágynátok, akkor keressetek fel a weboldalamon oroszjános.hu címen elértek. Az online coaching felületemen keresztül étrendtervezés, táplálkozási tanácsadás, illetve edzésterv készítésben tudok nektek segíteni. Ott találkozunk. Illetve a következő videóban köszönjük, itt voltatok, jó edzést!